Sziasztok, dr. Hegenyős Beáta vagyok, és szeretném bemutatni két kolléganőmet, dr. Felcsiktól Beátrixot és dr. Ponyai Katinkát, aki csak lélekben van itt, mert most éppen Milánóban képződik és okosodik, és utána tanít majd bennünket is mindenféle jóra. Mi hárman tulajdonképpen úgy találkoztunk, hogy képzésekre kezdtünk el járni azért, hogy minél jobbak legyünk a szakmában, illetve a területünkön, és ott kiderült, hogy hárman nagyjából egyet gondolunk, vagyis azt, hogy a munka az a szenvedélyünk, és szeretnénk minél jobban teljesíteni. A sok-sok közös beszélgetés során nagyjából kivilágosodott, hogy mindenkinél ugyanaz a probléma, mindenkinél ugyanazok a páciensek részéről felmerülő kérdések, illetve az orvosok részéről felmerülő igények jelentkeznek, és ezért a zászlónkra tűztük azt, hogy közösen létrehozunk egy olyan vlogot, amiben elkezdjük a tudatosságra való nevelést a szépítészetben. Talán az első gondolat az lehet, hogy azt már sokszor tudjuk, hogy milyen elvárásai vannak egy esztétikai orvossal szemben a pácienseknek, de sosem esik arról szó, hogy milyen elvárásai lehetnek egy orvosnak a pácienssel szemben. Teljesen egyértelmű, hogy egy kezelés végeredménye nem csak azon múlik, hogy mi hogy végezzük el a munkákat, hanem hogy mi a páciens hozzáállása, reálisak-e az elvárásai, valóban azt a kezelést szeretné, amire jelentkezik, részt tud-e venni az utógondozásban, be tudja-e tartani az előírásokat. Az, hogy mi lesz az eredmény, az legalább olyan nagy mértékben múlik a páciensen, ez az ő lehetősége is, hogy elérje azt a célt, amiért tulajdonképpen minket megkeres. Ahhoz, hogy ez teljesülhessen, ahhoz szerintem a legfontosabb, hogy azt is meg kéne fogalmazni, hogy milyen elvárásaink lehetnek nekünk a páciensekkel szemben. Talán a legfontosabb az, hogy tényleg az jöjjön el, aki valóságban valódi igényei vannak arra, hogy ő változtatni szeretne valamin, és elsősorban magának szeretne megfelelni. A másik, hogy tisztázza magában azt, hogy itt mindent megoldani nem lehet. Nem lehet egy milliliter hialuronsavval szemben olyan elvárás, mint akár egy teljes arc hialuronsavas kezelésével szemben, és legfőképpen nem úgy, mint egy teljes arcplasztikával szemben. Itt nagyon fontos, hogy reális elvárások legyenek. Szerintem elmondhatjuk, hogy ezzel sokszor találkozunk. Igen, ezzel nagyon sokszor küzdünk. Nálam leginkább az a probléma, hogy nem saját maga miatt jön be a páciens, hanem kvázi ide kényszerítik, vagy a barátnő, vagy a család, vagy valamilyen kritikus megjegyzés, és igazából nem az ő saját problémája miatt jelentkezik. Ez egy nagyon nehéz helyzet a mi oldalunkról, mert nem az ő problémáját kell megoldanunk, így igazából a megoldás nem is lesz az ő megoldása. Igen. A másik az, amikor egy konkrét kezelési terv érkezik, mert elutasítja azt, hogy például botox kezelés legyen, mert a botox az nagyon rossz. Létezik ilyen, hogy komplet kezelési tervvel érkezik egy páciens hozzátok, amit ő kitalál, hogy ő... Igen, ez nagyon gyakori, mert ahogy az internetnek megvannak az előnyei, ugyanúgy a hátrányai is, megvannak a sztereotípiák, a botoxról még mindig nagyon sokszor az embereknek a lárva arc, a mimikátlan arckifejezéset jutnak eszükbe, és ezért elhatározzák, hogy a ráncaikat hialuronsavval kell megoldani, hiszen az is egy ránctalanító kezelés. De igazából még nem lehet tudni, vagy igazából nem tudja, hogy nem minden ránctalanításra alkalmas a hialuronsav, a mimikai ráncok megszüntetésére kizárólag a botox jó. Itt folytatjuk.